Duális képzés, sikeres a Nyíregyházi Egyetem projektje. Mikulás csomag, a kórház gyerekosztályán járt a Mikulás. Emléktáblaavatás, újabb kegyeleti hely a Kállai házban az alapítók emlékére. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Több mint 360 millió forintból fejlesztették a duális képzést és a kooperatív képzést a Nyíregyházi Egyetemen egy Európai Uniós projekt keretében. Ennek eredményeként már több mint 100 hallgató vett részt a képzések valamelyikén, és több mint 100 partneri megállapodást is kötött az egyetem a helyi gazdasági szereplőkkel. Egy 4 éves projekt záró konferenciáját tartották a Nyíregyházi Egyetemen kedden. A duális felsőoktatási képzés eredményeiről beszámoló programon kiderült, egyre nagyobb a kereslet a képzésforma iránt, a hallgatók és a munkáltatók részéről egyaránt. Több mint 360 millió forint támogatást kaptunk. Ezt a támogatást úgy használtuk fel, hogy a duális képzést és az utóbbi időben a kooperatív képzést olyan mértékben tudjuk fejleszteni, hogy minél nagyobb számban érkezzenek hozzánk erre a képzésre hallgatók, hogy minél vonzóbbá tegyük számukra a duális képzést. Ezt nem volt nehéz, hiszen ma már a hallgatók is látják, hogy akkor lesznek igazán versenyképesek a munkaerőpiacon, hogyha minél több gyakorlati ismeretet tesznek szert. Ez jó a vállalatoknak is, hiszen ők maguk tudják idézőjelbe kinevelni a szakembereket maguknak, és ezek a hallgatók, ha jól érzik ott magukat, szívesen ott is maradnak, tehát itt maradnak a régióban is. Tehát egyrészt a támogatást arra fordítottuk, hogy nagyon sok beiskolázási akciót szerveztünk, sok szakmai konferenciát, igyekeztünk minden fórumon népszerűsíteni a duális képzést. Ennek eredményeként folyamatosan növekvő számokat kaptunk. Több mint 80-87 hallgatónk volt 2019-ig. Akkor több hallgató már végzett, újak jöttek, de kevesebben a pandémia miatt. Most a pillanatnyi helyzet az, hogy 50 duálisos hallgatónk van, és 6 kooperatív képzésben résztvevő hallgatónk. A projekt szakmai vezetője hozzátette, jelenleg több területről összesen 72 partner vesz részt a képzésben, több cég pedig több szakon is kötött együttműködési megállapodást az egyetemmel, így bőven 100 fölött van a duális partnerek száma. Dr. Úrich Attila alpolgármester elmondta, jó eredmény az is, hogy a képzésben résztvevő hallgatók nagy része itthon marad, és a megyében vagy Nyíregyházán vállal a munkát. Az külön öröm a számomra, hogy itt a duális képzési időszaka alatt olyan munkák születtek az oktatók részéről is, mert 72 digitális tananyagot tettek közzé elérhetővé, amely segíti a diákoknak a fejlődését, de közben 45 gazdasági szereplő is csatlakozott ehhez a projekthez, ami azt mutatja, hogy a nyíregyházi vagy a megyei cégeknek is érdeke az, hogy azok a hallgatók, akik itt ebben a képzésben részt vesznek, azok minél könnyebben és gyorsabban kerülhessenek ki a munka világában, és azt gondolom még erről, hogy ugye mivel egy fecske igazából nem csinálni alatt, ezt folytatni kell, ez a képzési forma azt gondolom, hogy bejött, hogy ezzel a szóhasználattal éljek, mert ez tényleg az egyetemnek is, a hallgatóknak is, és a gazdasági szereplőknek is egyaránt jó. Dr. Kovács Zoltán intézetigazgató elmondta, az egyetem 2021. augusztusától modellváltó egyetemként egy új struktúrában folytatja a munkát, és ehhez újfajta finanszírozási rendszer is tartozik. Ennek egy fontos eleme a regionális megtartó erő, mely azt mutatja meg, hogy mennyien maradnak a térségben. Fontos feladatunk, hogy a térségben dolgozzanak és helyezkedjenek el azok a hallgatók, akik itt végzik a tanulmányaikat, és a duális képzés és ehhez kapcsolódó kooperatív képzések ezt nagyban tudják segíteni, hiszen már a hallgató a céghez ismerősként fog csatlakozni a végzést követően. Az intézetigazgató hozzátette, több képzés területén is nagyon magas a regionális megtartó erő. Az agrárképzés területén több mint 80% ez az érték, de hasonlóan magas a pedagógus képzésben is. A cél, hogy a többi képzésben is növekedjenek ezek a számok, hiszen közös érdek, hogy az itt végzett hallgatók itt is maradjanak. Online pályaválasztási kiállítás a Nyíregyházi Televízióban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal szervezésében ezúttal a képernyő és a digitális eszközök segítségével lehet nyomon követni a továbbtanulás előtt álló általános iskolásoknak, szüleiknek és pedagógusaiknak szóló rendezvényt. A hagyomány szerint 2 napos őszi eseményt a koronavírus világjárvány miatt nem lehetett megrendezni, viszont egy rendhagyó tanítási óra keretében szakértői stúdióbeszélgetés formájában mégis megvalósul a cél. Az információk átadása a
tanácsadás, a figyelemfelkeltés, egy szóval a pályaválasztók segítése. Szerdán, december 8-án 10 órától láthatják a műsort, melyet a megyei fiatalok és felnőttek is figyelemmel kísérhetnek a világháló segítségével a Nyíregyházi Televízió YouTube csatornáján, melyet akár az NTV honlapjáról, akár a nyiregyháza.hu városi webportálon keresztül elérhetnek az élőadásra kattintva bárhonnan. A főszervező megyei kormányhivatal vezetője Román István kormány megbízott érdeklődésünkre hangsúlyozta, szerették volna segíteni azokat, akik életük egyik legnagyobb döntése előtt állnak. Dűnkerekasztal beszélgetést állítottunk össze a kollégákkal közösen, most szeretnénk, hogy megjelenjen mindenki, aki valamiféle tanácsot, segítséget tud nyújtani a fiatalok számára. Nyilvánvalóan azok az intézmények, akik tártkorokkal várják a fiatalokat, középiskolák, gimnáziumok, szakképző intézmények, és természetesen azok a szakemberek, akik ebben tudnak segíteni, sőt, a költ bővítettük a Nyíregyházi Egyetemmel is, mert én azt gondolom, hogy ha valaki a pályáját megtervezi, akkor érdemes egy-két lépcső fokkal előre is figyelni. Bízom benne, hogy olyan információkat és olyan jó tanácsokat fognak kapni a szakemberektől a fiatalok, amiben segítségével nagyon jó döntést tudnak hozni. A Józsa András Oktató Kórházba is ellátogatott a Mikulás, több mint 200 gyereknek vitt csomagot. A meglepetés Nyíregyháza megyei jogú várospolgármesteri hivatal alapszervezete biztosította, az ajándékozásnak már több éves hagyománya van az egészségügyi intézmény és a hivatal között. Az udvaron készülődött a Mikulás, a kórház munkatársai segítettek neki a csomagok kipakolásában. A meglepetés édességet az intézményben fekvő kisbetegeknek hozta a télapó kedd délelőtt. Vele tartott dr. Szondi Zita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház főigazgatója, és dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere is. A járványügyi szabályok szerint idén csak kintről tudtak integetni a gyerekeknek. A kórház földszintjén adták át a gyerekosztály szakembereinek a csomagokat. Eljöttem a Nyíregyházi Kórház gyermekosztályára, jobb órás kívánunk a gyerekeknek, egy kis csomaggal szeretnénk nekünk kedveskedni, reméljük, hogy minél hamarabb elhagyják a kórházat és élhetik további életüket. A szakszervezet minden évben megszervezi ezt a jótékonysági akciót Nyíregyháza polgármesterének támogatásával, nagy örömet szerezve azoknak a gyermekeknek, akik a kórházi kezelésük miatt nem a családi otthon melegében várják a Mikulást. Ez már az elmúlt 10 évben mindig így volt, de lehet, hogy már korábban is, és elkísértük a városházi Mikulást most is, de úgy, mint ahogy az elmúlt évben sajnos nem tudunk felmenni a gyerekekhez, ablakból integettek nekünk, mi meg viszont, és hogy most itt adtuk át a Mikulás csomagokat, és a főorvosasszony és a főnővér mondták, hogy ebédnél a gyerekek megkapják a jó kívánságainkkal együtt. A kórház és az önkormányzat mindig egyeztet a létszámról, hogy hány csomagot hozzanak, illetve mindig van tartalék is. Így akit például meglátogat a testvére, ő is kaphat egy kis meglepetést a Mikulástól. Korábbi években hagyományosan az osztályokra mentünk, és az osztályokon adtuk át személyesen ezeket a csomagokat. Nagyon bízunk abban, hogy a következő évben már erre újra sort keríthetünk, és nem csak az ablakból integetve tudjuk üdvözölni a kisbetegeinket. A gyermekosztály különböző részlegein több mint 200 gyereket ápolnak jelenleg a Józsa András Oktatókórházban. Őket lepték meg kedden a Mikulás csomagokkal. A Kállai Gyűjtemény alapítója, Kállai Kristóf, a szuverén máltai lovagrend szentszéki nagykövete, a néhai miniszterelnök Kállai Miklós fia és a gyűjtemény első munkatársai, dr. Lakatos Sarolta és Magyar Lászlóné tiszteletére állítottak emléktáblát december 7-én a helyi kulturális és közélet képviselői. Az emigráció után 1989-ben tért haza Kállai Kristóf, a gyűjtemény alapítója, aki 90-től szállította a Nyíregyházának szánt ajándékokat. Nem csak az ő, hanem az őt fogadó gyűjteményi dolgozók évtizedes álma is az volt, hogy a Nyírvész palota után egy méltóbb helyen a Besenyei téren álló Kállai házba kerüljön a nagyértékű kincs. 2020-ban beszélgetve dr. Ulik Attila alpolgármesterrel, akkor jött az elgondolás, hogy egy emléktáblával fogunk megemlékezni a gyűjtemény alapító dr. Kállai Kristófról, a múzeum első gyűjtemény első igazgatójáról, dr. Lakatos Aroltáról, és egyik kolléganőnkről, aki tragikus hirtelensége hújt el 46 évesen is, az alapítástól, a gyűjtemény indulásától kezdve munkatársa volt a Kállai gyűjteménynek. Innen jött az ötlet, hogy ezt a táblát, emléktáblát mi itt az új Kállai falán fogjuk elhelyezni. Sajnos tavaly a
Covid közbeszólt, hiszen a tábla már tavaly elkészült. Ez köszönhető Pénzes Tibor igazgatónak a temetkezés vállalat részéről, aki önzetlen segítséggel és támogatással segített, hogy létrejöjjön ez az emléktábla. 8000 műtárgy, 16000 kötetes, 5 nyelvű könyvtár kapott helyet a család egykori házában, mely azóta is folyamatosan fejlődik, gyarapodik. Nem csak a kállai, hanem a hozzájuk kapcsolódó nemesi családok ajándéka nyomán is. Magyarország egyik legnagyobb kitüntetés és rendjel gyűjteménye is itt van, emellett olyan unikumokat őriz a könyvtár, melyet már felfedezni is érdemes a látogatóknak. 3 vagy 2 éve van itt a kállai gyűjtemény az eredeti terveknek megfelelően abban a házban, ami eredetileg a kállaiaké volt, és ahova szegény Saci is ezt tervezte. Azt gondolom, hogy az utódoknak mindenféleképpen az ő emléküket azt nem csak megőrizni, ápolni kell, és azt a szeretetet, amivel ők a kállai gyűjteményt és ezt az anyagot kezelték, azt mindenféleképpen be kell tudni mutatni, hiszen mára a kállai gyűjtemény Magyarország egyik legjelentősebb nemesi és polgári gyűjteménye, ami itt Nyíregyházán, ugye az addigra kialakított kulturális negyedben kapott helyet. Az eseményre megérkezett Kállai Kristóf fia, Miklós is. Édesapja szülőházában emlékezett arra, milyen öröm és meglepetés volt, amikor visszakapták ezt az épületet. Az érintettek sajnos nem élhették már ezt meg, de a gyerekek és unokák büszkén ápolják majd a múlt emlékeit és a hagyományt hosszú évtizedek múltán is. Én Nápolyba születtem, külföldön éltem majdnem 70 évig, és 2015-ben hazajöttünk, és most Pesten lakunk, ahol a Kristóf bácsi és a Vera néni laktak abba a házba, abba apartmanba. A feleségemnek a szülei ott laktak, és ahogy lehet, lejövünk ide, és nagy örömmel vesszük ezt az ünnepséget. Hogy miért is tért haza az olasz életből Kállai Miklós, egyszerűnek tűnik a magyarázat. Édesapám azt mondta, amikor 1995-ben hazatért, hogy itt szeretne meghalni. Hát most én is nem akarom mondani, hogy nem sokára meghalok, de én is itt szeretnék, szóval. Ott van a Kálosemény kúria, ott a kápolna, szerintem ez lenne a legjobb hely. De hát még reméljük, hogy van még egy pár év. Ma sem érkezett üres kézzel Kállai Miklós, édesapja éremgyűjteményéből válogatott, illetve talált egy meghívót, mely a kormányzótól érkezett, a máltaiak tiszteletére rendezett fogadásra. November 12-én vágták ki a város fenyőfáját a Rövid utcában, emléklapot kapott a felajánlója. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. A Nagyvárad utcánál tart az útfelújítás, ahol a csapadékvízelvezető rendszer okozott újabb fennakadást. A helyreállítás idejére további forgalomkorlátozás várható az érintett szakaszon. A Csillag utcánál a szennyvíz vezetéke karbantartását végzik forgalomkorlátozás mellett több napon keresztül. Fápolási munkálatokat végeznek a nyírvévé szakemberei a Nádor utcán, ahol az épületek homlokzataira ráhajló ágakat vágták le, szintén várhatóan még a következő napokban is. 2 személyautó ütközött az északi körúton kedden délelőtt, a járműveket csak műszaki mentés után tudták elszállítani a helyszínről. Emléklapot kapott Schneckser Mihályné, ő ajánlotta fel idén a több mint 40 éves fenyőfáját. A Kossuth teret egy 16 méter magas lucfenyő díszíti az adventi időszakban, Nyíregyháza karácsonyfáját minden évben egy városlakó felajánlása biztosítja. November 12-én vágták ki a város fenyőfáját itt a Rövid utcában. Ebben az évben is a Városüzemeltetési Társaság szervezte meg a munkálatokat. Különböző hatóságok összehangolt, hosszú órákon át tartó munkája volt, mire a Kossuth téren állt Nyíregyháza idei karácsonyfája. Nem állt sokáig dísz nélkül a fenyő, a fényfűzéreket a nyírvévé tette fel a fára, majd a gyerekek is besegítettek az öltöztetésében. A karácsonyfára 3 kilométernyi világítás került. A Rövid utcai ház előtt még mindig nem sikerült megszokni a fa hiányát Schneckser Mihálynénak, aki felajánlotta a fenyőt. Ezért cserébe egy emléklapot is kapott a városvezetéstől. Az önkormányzat nevében ez dr. Úrik Attila adta át. Amikor kinyitom a redőnyt, és itt a nagy kopárság, szóval nagyon hiányzik, de nagyon örülök neki, hogy sok kis gyermeknek
meg sok-sok embernek örömet szerzett. A korábbi években az első gyertyagyújtás után adták át ezt az emléklapot, idén viszont ezt nem tudta vállalni a család, így most házhoz hozták az oklevelet a fenyőért cserébe. A Nyírvévé megszervezte nekünk, hogy most kijünk, és itt adtuk át ezt az elismerő oklevelet. Ennek a több mint 40 éves fának a gazdájának, amely 16 méter magas volt, és most ott áll a Kossuth téren Nyíregyháza egyik fődíszeként. A ház előtt még most is dolgoztak, a fa kivágása után eltávolították még a gyökereket. Snekszer Mihályné úgy nyilatkozott, nem gondolták, hogy ekkora élet volt még a fenyőben. Tavasszal egy cserjét kapnak majd a Városüzemeltetési Társaságtól a korábbi Lucz fenyő helyére. A Bajnokok Ligája címvédőjével találkozik csütörtökön a Fátum Nyíregyháza. A női röplabda együttes utoljára 2004-ben szerepelt a legjobbak között. Igazi világsztárok érkeznek a Continental Arénába. Amerikai, holland, lengyel, bolgár és olasz válogatottakkal érkezik Nyíregyházára az Imoco Conegliano. Az az olasz csapat, mely egy éve megnyerte a Bajnokok Ligáját, volt klubvilágbajnok, négyszer nyerte meg a világ egyik legerősebb bajnokságát, az olaszt, háromszoros kupagyőztes, ötszörös szuperkupagyőztes. Náluk játszik a sokak szerint a világ jelenlegi legjobb női röplabdása, Paola Egonu. A 193 cm-es játékos idén Európa-bajnok lett nemzeti csapatával, de van VB ezüstérme is. Németh Szabolcs, a Fátum Nyíregyháza vezetőedzője szerint a Conegliano olyan, mintha fociban a Real Madrid, a Chelsea vagy éppen a PSG érkezne Nyíregyházára. Attól függetlenül, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, hiba lenne részünkről úgy kimenni a pályára, hogy nem akarjuk őket megverni, tehát maga ez a tudat és ez az elán bennünk kell, hogy legyen, hogy meg akarjuk őket szorongatni, akár szettet rabolni tőlük. Ehhez tényleg az aznapi legjobbunkat kell, sőt a mindenkori legjobbunkat kell nyújtani, mind nekünk stábként, mind a játékosoknak egytől egyik, és ezt összegyúrva csapattá, mert a világ legjobb klubcsapata a világ legjobb játékosaival fog ideérkezni, és én hiszem, hogy ők például nem fogják elkövetni azt a hibát, hogy akár egy kisebb csapat ellen le fognak jönni a szintünkre, hanem amit tudnak, azt könyörtelenül meg fogják csinálni. A Fátum Nyíregyháza számára egy igazi ünnepnap lesz a csütörtöki, amikor a világ legjobbjait láthatja vendégül. Utoljára 2003-ban játszott a BL-ben olasz csapat ellen a Nyíregyháza. It's one of the best team in the world in the moment, so we just... A világ egyik legjobb csapata lesz az ellenfelünk, szeretnénk a legjobbunkat nyújtani az olasz csapat ellen is, élvezni a játékot. Jobban kell röplabdáznunk, mint legutóbb, felszabadultan a saját játékunkat kell játszani, mondta Nikola Rádosová, aki az elmúlt hetekben a Fátum Nyíregyháza legjobbja volt. A csütörtöki meccs 18 órakor kezdődik, jegyeket elővételben már lehet vásárolni, és a bérletek is érvényesek lesznek. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer, röviden. Több mint 360 millió forintból fejlesztették a duális képzést és a kooperatív képzést a Nyíregyházi Egyetemen, melynek eredményeként már több mint 100 hallgató vett részt a képzések valamelyikén, és több mint 100 partneri megállapodást is kötött az egyetem a helyi gazdasági szereplőkkel. A Józsa András Oktatókórházba is ellátogatott a Mikulás, aki több mint 200 gyereknek vitt csomagot. A meglepetés Nyíregyháza megyei jogú város polgármesteri hivatal alapszervezete biztosította, az ajándékozásnak már több éves hagyománya van az egészségügyi intézmény és a hivatal között. A Kállai Gyűjtemény alapítója, Kállai Kristóf, a szuverén máltai lovagrend szentszéki nagykövete, a néhai miniszterelnök Kállai Miklós fia és a gyűjtemény első munkatársai, dr. Lakatos Sarolta és Magyar Lászlóné tiszteletére állítottak emléktáblát december 7-én a helyi kulturális és közélet képviselői. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!